egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy gyönyörű szép hercegnő Kiara, egy kastélyban az édesapjával, Rebarron királlyal. Na most, mivel Kiara hercegnő a királynak csupán egy szem gyermeke volt, ezért mindent megadott neki, amit csak a szíve kívánt. Nem volt olyan dolog, ami Kiarának nem adatott meg. Nem akarok többé a babáimmal játszani. Már lovagolni sem szeretnék többet. Nem akarok olvasni sem többet. És természetesen nem szeretnék játszani a hegedűn sem. Gyermekem, akkor mit szeretnél igazán? Úgy tűnik, semmi sem tesz boldoggá, amit adok neked. Kislányom. Tudok én valaha a kedvedben járni? Tessék, itt van az aranylabdám. Vidd ki a kertbe, dobd fel, és kapd el. Talán ez majd elszórakoztat. Szóval Kiara hercegnő átsétált keresztül a kerten, miközben feldobta a labdát és elkapta. Feldobta, és megint csak elkapta. Igazából elég szórakoztatónak találta. Nagyon jól érezte magát. Ó, nem! Az aranylabdám! Most mihez fogok kezdeni? Segítség! Az aranylabdám beesett a kútba, és senki sincs épp útban, hogy elmondjam. Hello, szépségem! A nevem Kiara. Neked csak Kiara királylány. Az aranylabdám beleesett a kútba. Megparancsolom neked, hogy menj le oda, és szedd ki nekem, most, azonnal. Na figyelj csak, kedveském! Boldogan segítek neked, de én is kérek valamit cserébe. Bök ki, mit akarsz? Nincs sok időm. A barátságodat szeretném. Szeretnék veled ebédelni a kastélyban, és mikor leszáll az este, a puha párnádon szeretnék álomba szenderülni melletted. Júj, akarom mondani, oké, csak hozd fel az aranylabdám. Amint a kezemben fogom, teljesítem, amit kérsz. Nos, nem találjátok ki. Miután Kiara a hercegnő beleegyezett a dologba, az a kis béka megállt a kút szélén, s mint egy profi műugró és búvár, felpattant magasra, megpördült a hengerkerék fölött, és csob, be a vízbe egyenest. Kedves Kiara királylány, készen állok elkísérni téged a kastélyba. Csak ne olyan gyorsan. Most szépen mész tovább az utadon, én is megyek az enyémen. Találj magadnak egy legyet, vagy valami hasonlót. Ez a hercegnő most int neked egy bye-bye-t. Még aznap később Kiara hercegnő és édesapja, Rebarron király együtt költötték az ebédet az étkezőteremben. Mikor váratlanul egy kopogás hallatszott az ajtón. Látogatott vász Kiara? Küldjétek be a vendéget! Te meg mi a fenét keresel itt? Nem tartottad meg a szavad. Szavad? Várjunk csak egy percre. Én mindig azt tanítottam a lányomnak, hogyha megígér valamit, akkor meg kell tartania a szavát. De ki arra királylány kieszelte? Hé, hisz ez egy nyelvtörő. Mondd ki háromszor. Ki arra királylány kieszelte? Ki arra királylány kieszelte? Ki arra királylány kieszelte? Elég ebből a gyerekes viselkedésből. És ami pedig téged illet, Kiara, ragaszkodom hozzá, hogy helyesen cselekedj, és tartsd meg, amit ígértél. Mindaddig, amíg az nem sodor téged veszélybe. Igazad van, édesapám. Rendben, békuci. Velem töltheted a nap hátralévő részét, s mikor eljön a lefekvés ideje, gondoskodom róla, hogy legyen egy puha párna számodra, mellettem az ágyamon, ahol álomra hajthatod a fejed. Aznap a hercegnő megtartotta, amit ígért, épp ahogyan az édesapja tanította neki. Játszottak együtt kint a kertben, teapartit is tartottak, sőt, a kis béka még egy zenés-táncos előadásra is készült a hercegnőnek, amit Kiara kisasszony igazán élvezett. Nézd csak rám, mert én vagyok a béka király, baby!
Szép napot töltöttünk együtt, Békuci. Ideje lefeküdni. Szegény kis fickó. Kicsit rosszul érzem magam, amiért rosszul bántam veled korábban. Szegény. Igazából nagyon önző módon viselkedtem. Nagyon elkényeztetettem, viseltettem, és ezért szégyellem magam. Remélem meg tudsz nekem bocsájtani. Barátaim, nem fogjátok elhinni, de a kis béka hirtelen átváltozott délceg királyfivá, miután Kiara hercegnő megpuszilta. Nézd rám! Szabad vagyok! A varázslat megtört! Évekkel ezelőtt egy gonosz boszorkány átkocszolt rám, minden különösebb ok nélkül. Azt mondta, addig maradok béka, amíg valaki meg nem csókol. Köszönöm neked, Kiara király kisasszony, amiért megmentettél. Nem. Nem kell megköszönnöd nekem. Te vagy az, aki megmentettél engem. És azzal Kiara hercegnő és Frederik herceg összeházasodtak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Hű a betyár mindenit! Hát micsoda egy sztori! Köszönöm, hogy csatlakoztatok hozzám a Nati meséiben, a Roberto család csatornáján. Ó, annyira elkalandoztam, hogy el is felejtettem megrendelni az ebédet. Ajánlhatok esetleg valamit az étrapunkról? Persze, mit ajánlana? A mai menü békalábak, amennyi csak önbe belefér. Nem, köszönöm. Van esetleg paradicsomlevesű grillezett sajtos szendvicssel? De biztos benne. A békatombány nagyon finomak az évnek ezen szakaszában. Nem. Köszönöm, és ne kérdezze újra. De nagyon finomak, és hát nincs is más, ami tehet. Azt mondtam, nem. Kérem, csak menjen. Ne kérdezze meg többet. De. Nem. De. Nem kérek békacombot. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg hölgy, aki egy cipőben lakott. A cipő egy hatalmas erdő szélén állt, és olyan nagy volt, hogy tulajdonképpen egy házként szolgált az öreg hölgy és az összes gyereke számára. Olyan sok gyereke volt, hogy alig tudta őket számon tartani. Állandóan próbálta szemmel tartani őket több-kevesebb sikerrel, gyakran pedig a nevüket is összecserélte. Nektek van tesótok? Hát ez nagyszerű hallani. Nos, az öreg hölgy imádta a gyerekeit. Mind a hatot. Gyerünk, gyermekei, besétek be szépen az ágyatokat, s öltözzetek föl, csolakodva a ház előtt. Mondta az öreg hölgy. A gyerekek fogat mostak, felöltötték ruháikat, bevetették az ágyukat, és felsorakoztak az udvaron. Erős kar, a legidősebb fiú felsorakozott, és várta a feladatot. Kész vagyok, anyám! Mi a feladatom mára? Bárj ki egy pár fát, fiacskám, és rak tüzet. Péter, a középső fiú is felsorakozott. Velem, édesanyám, mi a terved? Péter, fogy légy szíves egy pár kosarat ma. És ott van nekünk Márk. Márk, légy szíves ma kertészkedj, és szedd a tököt is a kertből. És Juli, a soron következő kislány. Mit tegyek ma, édesanyám? Te, Julikám, süss kenyeret, édesem, hogy ehessünk. Juli nagyon jól tudta a kenyérsütés minden csinyát, binyát, és utoljára az elragadó ikrek következtek. Tibi és Kiki. Az ő feladatuk az őrködés volt, hogy rajta tartsák a szemüket minden közelgő veszélyen, ami felbukkanhat. Na most, fogadok azon gondolkoztok, hogy a lópikulába élhet ez a kis család egy hatalmas cipőben az erdő szélén. Igazán van? Na hát akkor elmesélem, mi történt. Az öreg hölgy és az ő férjecskéje István és az ő mind a hat gyerekük valaha egy kis borostyánnal benőtt kunyhóban laktak egy réten az erdő mellett. Ők nagyon boldogan éltek, de mindig is tudták, hogy a közelben veszélyes az erdő. Pár néhány kilométerrel arrébb a mély erdő közepén állt egy nagy kastély, és kitaláljátok, ki lakott a kastélyban? Igazatok van. Egy nagy, hatalmas, önző vad óriás lakott, aki nap mint nap bandukolt az erdőben, és minden lépéssel fákat döntött ki, és még csak nem is vett tudomást róla, mit pusztít el a lépteivel. Ő egy önző óriás volt, aki nem törődött senkivel, csak saját magával. Azt mondják, nagy allában, hatalmasan nőttem. Én vagyok az erdő királya. Azt mondják, nagyra nőttem. Enyém a világ. Azt sem érdekel, ha bárkit bántok.
Nos, nem telt bele sok idő, míg az óriás elért az öreg hölgy és családja édes picike kunyhójáig, és apró darabokra törte azt. Hála Istennek éppen akkor a kis család nem volt a kunyhóban. Ők épp a tónál voltak és haláztak. Nem is sejtették, mi várja őket, ha hazatérnek. Gyerünk haza, gyerekek, hogy elkészítsük a finom halakat, és incsikrandó vacsoránk legyen. Júli készített finom kenyeret, Péter készített kosarat, amiben a halakat tették, Márk szedett finom tököt, és Erőskar vágott fát a tűzhöz. A mai vacsoránk fantasztikus lesz, gyerekek! Mondta az öreg hölgy. Gyerünk haza, édesem! Alig várom ezt az ízletes vacsorát! Mondta a férj. A család hazatért, és akkor látták, hogy a házuk romokban hevert, és a helyén egy hatalmas, óriási cipő volt. De a család elhatározta, hogy a nagyon rossz dologból, ami történt, kihoznak valami nagyon jót. Együtt dolgoztak, és átalakították a cipőt a saját otthonukká. Nem csüggettek el, noha elveszítették az otthonukat. Ha mi együtt összedolgozunk, a cipőt fantasztikus otthonná varázsoljuk. Mondta az öreg hölgy. Hozzáláttak, és Erőskar kivágott pár fát, és megcsinálta a tetőt, akárcsak a bejárati ajtót. A többi gyerek is hozzálátott a saját tennivalójához, és még mielőtt felocsudnátok, a ház gyönyörű szép lett, még ha annak előtte a nagy óriás cipője is volt az. De ez messze nem a történet vége. A családot meglátogatta egy kis tündér, és elmesélte nekik, hogy az óriás nagyon dühös, amiért elveszítette a cipőjét, és hamarosan újra eljön az erdő szélére, hogy megkeresse azt. Hát ez aztán nagyon kétségbe ejtette a kis családot, egyáltalán nem szerették volna még egyszer elveszíteni a cipőt, amit átalakítottak az otthonukká. Gyerekek, szedelőzködjetek! Kapjátok fel a páncélotokat, és nyomás a kastélyhoz! És megmondjuk az óriásnak, hogy hagyja abba az erdőirtását a trappolásával, és hagyja békén az elveszett cipőjét, az most már a mi otthonunk. Mondta az apa. Szóval a gyerekek és az apa felszerelkeztek és nekiindultak, mint egy kis hadsereg, hogy megütközzenek az önző óriással, egyszer s mindenkorra. Ki az? Ki az? Ki az ott? Üvöltötte az óriás, aki igazából alig látta a kis családot, aki a lábánál állt. A család gyorsan előhúzott köveket, és elkezdték dobálni az óriás térdét. Au! Au! Ordított az óriás fájdalmában. Lenézett, és ekkor meglátta a családot a lába előtt. Kiengedte hatalmas óriás üvöltését. Most elpusztítalak titeket! Ám, ahogy lépni kezdett egyet, a kis család egy kötéllel megragadta a lábát, egyszerre megfeszítették a kötelet, és nem találjátok ki. Az óriás megbotlott, és a pocakjára esett egy hatalmasat. Hagyj békén minket, és hagyj békén élni, megértetted, óriás? Sírtak a gyerekek. És akkor, abban a pillanatban, az óriás egyszer csak megváltozott. Talán egy kis noszogatás kellett neki végül is. Igazatok van, kis család, menjetek, éljetek békében. Megígérem, nem megyek többé úgy az erdőbe eltaposni a fákat és a természetet. És nektek adom a cipőmet, megengedem, hogy abban éljetek, mindörökké. És attól a perctől fogva az öreg hölgy, a férje és az összes elragadó gyereke boldogan éltek az óriás cipőjében, amíg meg nem haltak, és minden napot élveztek az erdő szélén. Köszönöm, hogy csatlakoztatok hozzám itt a Roberto család csatornáján. Remélem tetszett a mesénk. És emlékezzetek, mindig próbáljátok jóra fordítani, ha valami rossz történik veletek. Akárcsak az öreg hölgy, aki egy cipőben lakott. Na, most, ha megbocsátotok, most én is átöltözök. Átballagok a hálóba, és végre valahára levetem a cipellőmet, és pihenek egyet a nap hátralévő részében. Sziasztok! Azt mondják, nagy a lábam, hatalmasan nőttem, én vagyok az erdő királya.
azt mondják, nagyra nőttem. Enyém a világ, az sem érdekel, ha bárki bántok. Daradam, daram, daram, dam, dam. A piros cipellők. Nati mesél. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy fiatal lány, aki egy kis házban lakott az édesanyjával. Nagyon szegények voltak. Alig volt mit enniük és inniuk, mivel nagyon nehéz idők jártak az anyára és lányára, Karenre. Annyira szegények voltak, hogy az anya nem engedhette meg, hogy cipőt vegyen a lányának, ezért Karennek egy pár régi fapapucsot kellett viselnie. Ez a facipő nem illett Karen lábára. Igazából nagyon fájt a lába, de az anya csak ennyit tudott adni neki. Az anyát szörnyű betegség támadta meg. Ezért elküldte Karent a városba, hogy szerezzen be neki gyógyszert. Karen sétált egy darabig az ösvényen. Meglepetésére az ösvény kellős közepén meglátott egy pár élénk piros cipellőt. Gyorsan felvette őket, és tovább ment az úton, hogy gyógyszert szerezzen az anyjának. Mire a kislány hazaért? Édesanyja azonban sajnos meghalt, és szegény Karennek már csak a piros szövetcipője volt, amit az egyszerű ruhája mellé viselhetett a temetésre. A temetőben megjelent egy idős hölgy, aki megszólította. Fiatal lágykám, örökbe fogadlak, és vigyázok rád. Gyere most, gyermekem! A kis Karen azt gondolta magában. Azt hiszem, ez a piros cipő szerencsét hozott. Ez a hölgy azért van itt, hogy megmentsen és gondoskodjon rólam. Köszönöm, piros cipő! Te vagy az én szerencsés cipőm. Az idős hölgy hirtelen észrevette piros cipőjét. Vedd le ezeket a cipőket! Hagyományos fekete cipőkre cseréljük. Méltóságosnak és előkelőnek kell lenned. Nálam tilos piros cipőt viselned. Meg kell tanulnod írni és olvasni, mint egy úri hölgy. Azzal az idős hölgy kidobta a piros cipőt, és elmentek. Egy nap az idős hölgy és Karen az ösvényen sétáltak, és megálltak az útmenti gyümölcsösnél. Volt mindenféle finom gyümölcs. Banán, narancs, szőlő és a legszebb élénk piros alma. Ez az ifjú Karennek eszébe juttatta azokat az élénk piros cipőket, amelyeket annyira szeretett volna. Azt hitte, hogy a piros cipő szerencsét hoz neki. Telt múlt az idő, és az idős hölgy egyre idősebb lett, látása pedig gyengült. Karen, itt az ideje, hogy elmenjünk a templomba, hogy megkeresztelkedj. Erre a különleges alkalomra veszünk neked egy gyönyörű szép ruhát, és egy új, fényes, fekete cipőt. Emlékeztek? Az idős hölgy szinte alig látott. Így amikor ketten vásároltak, a hölgy nem tudta megmondani, milyen színű a ruha vagy a cipő, amit Karen próbált. Ez a ruha szép, fehér, asszonyom. Tökéletes lesz a templomi keresztelőmre. És a cipők. Fekete, fényes cipők, asszonyom. Elegánsak és klasszikusok. Pont olyanok, amilyeneket szeretnél. De a kis Karen álnok volt. Hazudott az öreg hölgynek, aki megmentette az életét. Elmentek a templomba, s az idős hölgy leült a padba, s azt hitte, a kis Karen, aki ott áll a pap előtt, megfelelő öltözékben van Isten házában, miközben keresztelkedik. A prédikátor, aki mindvégig imádkozott Karenért, jól látta, hogy Karen élénk piros cipőt visel. Később este, amikor otthon ültek a tűz mellett, az idős hölgy levelet kapott a templomtól, amely így szólt.
Mi, a gyülekezet, nagyra értékeljük mindazokat, akik Isten szolgálatára lépnek be, de arra kérünk benneteket, hogy ne viseljetek magatokon csillogó piros cipellőt, mert az elvonja a figyelmet. Mikor belépünk Isten házába, egyúttal azt a döntést is meghozzuk, hogy szerényebbek leszünk, és nem a piros cipellőkre, hanem Istenre összpontosítjuk imáinkat. Ez felbőszítette az idős hölgyet, aki Kellen szemébe nézett. Miért nem engedelmeskedtél nekem? Azt kértem tőled, hogy viselj fekete cipőt a templomban. Ezt nem szabad újra megtenned. Mutass némi tiszteletet nekem és az egyháznak. Következő vasárnap az ifjú Karen a szobájában volt templomi ruhába öltözve, és újra megnézte a fekete és a piros cipőket. Mit gondoltok, melyik cipőt választja? Szerintetek engedelmeskedett az idős hölgynek? Hát persze, hogy nem. Karen büszkén vette fel a piros cipőt, vállat vont, arrogánsan felemelte az orrát, és elmentek a templomba. Tudod, nagyon gyenge a látásom. Feltételezem, hogy a fekete cipőt viseled magadon, Karen? Kérdezte az idős hölgy. Igen, hölgyem, igen. Bárcsak láthatnád őket. Előkelő feketék, ahogy kérted. Valami igazán furcsa dolog történt, amikor a templom ajtajához érkeztek. Egy katona állt ott hosszú szakállal, és a szakállában vörös csíkokkal. Azt mondta Karennek. Úgy tűnik, nem figyelsz, és nem engedelmeskedsz, a hazugságai folytatódnak. Táncoljanak hát azok a piros cipellők, amíg már nem tudsz táncolni. Akkor majd készen állsz arra, hogy önmagadon kívül másokat is szolgálj. És azzal Karen cipellői varázslatosan táncra kaptak. Karen csak táncolt és csak táncolt, mint egy balerina. Befordult a templomba, és végig pördült az egész templomban. Miután a templom végére ért, kifelé táncolt, majd végig tekergett az ösvényen. Ahelyett, hogy hazasétált volna az öreg hölgyel, táncolt és tekergett egészen hazafelé. Az ifjú Karen nagyon kimerült. Az ég felé kiáltott, miközben még mindig forgolódott. Kérlek, Istenem, segíts! Hagyd abba a táncot, kérlek! Álljanak meg ezek a táncoló piros cipők! Őszinte leszek! Engedelmeskedni akarok neked! Kérlek, adj még egy esélyt, hogy őszinte legyek ahhoz az idős hölgyhöz, aki megmentette az életemet! Bocsáss meg, kérlek! Ebben a pillanatban megjelent egy angyal, és megállította Karen forgását. Gyermekem, egyszerűen megbocsátjuk, ha kéred. Tudom, hogy sajnálod, amiért tisztességtelen és megtévesztő voltál. A piros cipellők nem fognak boldoggá tenni. A piros cipők nem tartanak biztonságban. A piros cipők nem szeretnek és nem törődnek veled. Az igazi béke belülről fakad, egy kedves szív, egy meleg mosoly, a vágy, hogy segítsünk a rászorulóknak, valamint Isten és a körülöttünk lévők iránti szeretet. És ettől a pillanattól kezdve a fiatal Karen soha többé nem viselt piros cipőt. Élete hátralévő részében beteg embereket ápolt a kórházban. Eszébe jutott, hogyan segített neki az idős hölgy a kétségbe esett szükség idején, itt az ideje, hogy viszonozza a szívességet. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám, remélem tetszett a történet. Sziasztok a következő mesénkig!